Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Elsőként kérem, hallgassák meg dr. Halmosi Zsolt rendőr-vezérőrnagy, országos kórház főparancsnok úr tájékoztatóját. Jó napot kívánok! Miniszterelnök úr, a tegnapi naptól kezdődően 108 egészségügyi intézmény érére nevezett ki kórházparancsnokot. A te kórházparancsnok urak, hölgyek tegnapi nap folyamán a megbízó levelüket tőlem átvették. Ennek az intézkedésnek a célja az volt, hogy a következő időszakban előttünk álló feladatokra ezek az egészségügyi intézmények egy olyan támogatást kapjanak a kórházparancsnokok részéről, hogy a felkészülésük sikeres legyen. Ez több szempontot ötvöz, ez a felkészülési időszak. Az első, hogy életek múlnak majd azon, hogy a következő időszakban azok az adatok, amelyek a kórházaktól származnak, és amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy egy szűk kapacitás előidézése esetén ezek az eszközök, a humán erőforrások átcsoportosításra kerülhessenek, pontosak legyenek. Az adatok validálása és ellenőrzése a következő időszakban egy kiemelt feladata a kórházparancsnokoknak. Rengeteg tévhit övezi a kórházparancsnokoknak a feladatrendszerét. Szeretném kiemelni, hogy orvos szakmai kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem tehetnek javaslatot, és nem hozhatnak döntéseket a kórházparancsnokok. Rendkívül fontos feladatuk biztosítani azt, hogy azok az egészségügyi készletek, védőeszközök, azok az eszközrendszerek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyógyítási folyamat zavartalanul történjen meg, rendelkezésre álljanak. Az a feladatuk, hogy amennyiben az adott kórház egészségügyi intézmény ebben a kérdéskörben bármilyen hiányossággal rendelkezik, akkor jelezzék felém ezt a hiányt, és az országos törzsön keresztül megfelelő segítséget vagy átcsoportosítást fognak kapni. Rendkívül fontos, hogy a járványügyre vonatkozó szabályok betartásra kerüljenek. Személyes ellenőrzéseikkel, részvételükkel, az ellenőrzés elrendelésével gondoskodni kell arról, hogy az egészségügyi intézmény területén ezek a szabályok betartásra kerüljenek. Az sem titok, hogy az elmúlt időszakban néhány olyan eszköz, amelyet a gyógyítás céljára biztosított Magyarország, nem oda került, ahol ennek lennie kellett volna. A vagyonbiztonság, ezeknek az eszközöknek a biztonságának a megóvása kiemelt szempont a feladatrendszerükbe. Az kórházparancsnokok együttműködésre kötelesek a kórházok és az intézmények vezetőivel. Két olyan előírás van, amelyben a kórház vezetője köteles az ő javaslatainak eleget tenni. Az egyik a vagyonbiztonságra vonatkozó szabály, a másik pedig a járványügyi szabályok betartására vonatkozó javaslattétel. Köszönöm szépen. Köszönöm, vezérőrnagy úr. Most megkérem dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszonyt, adjon tájékoztatást az aktuális járványügyi helyzetről. Jó napot kívánok! Az elmúlt 24 órában 447 főre emelkedett a regisztrált fertőzött személyeknek a száma. Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy 34-en gyógyultan távoztak már az intézményből. Sajnos azonban ismét két elhunyt személyről számolhatok be az elmúlt 24 órában, akik szintén az előző elhunytakhoz hasonlóan valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek, és időskorúak voltak. Mindkét személy 90 év fölötti volt. A mintavételek száma fokozatosan és nagy mértékben emelkedik, hiszen már több mint 13.300 mintavétel történt, és laboratóriumi vizsgálat. Jelenleg még mindig a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk. Az ország egész területén nagyjából egyenletesen eloszlik a megbetegedettek, illetve a fertőzött személyeknek a száma, és azt mondhatom, hogy olyan gócpontokat nem sikerült még beazonosítani, ami egy külön földrajzi területhez lenne köthető. A kijárási korlátozások úgy vélem, hogy meghozzák a hozzájuk fűzött reményt, azaz, hogy szolgálják a járvány terjedésének a megakadályozását, és a fertőzöttek számának a
a lehető minimálisra szűkítését. Nagyon fontos, hogy ezek a korlátozások egy jogkövető magatartással minden állampolgár részéről betartásra kerüljenek. Hadd köszönjem meg önöknek, akik együttműködnek a hatóságokkal, és ezeknek az intézkedéseknek a sikeréhez hozzájárulnak. Ennek tudható be az, hogy Magyarországon, noha minden nap újabb fertőzésről számolunk be, ez természetes, hiszen ez a légúton terjedő vírus, ha egy személy megfertőződik, 2-3 másiknak a fertőződési lehetőségét hordozza magában, de csak akkor, hogyha nem tartjuk be azokat a korlátozásokat és szabályokat, amelyekre folyton kérjük önöket. Tehát, hogyha megtartjuk azt a 1,5 méteres úgynevezett szociális távolságot, amely egymástól, hogyha közlekedünk, vagy bármilyen ügyeinket intézünk, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk átadni a még egészséges társunknak, illetve a nem beteg társunknak a fertőződést. Ez nagyon fontos, akkor is, hogyha muszáj elhagyni otthonunkat, de természetesen mindenki, aki megteheti, hogy otthon dolgozik, illetve nem szükséges elhagyni az otthonát, feltétlenül erre késztetünk, erre kérünk mindenkit, és most már a jog eszközeivel is ezt kívánjuk betartatni. A kijárási korlátozás mindenki számára egy fokozott terhelést jelent. Ezzel teljesen tisztában vannak a hatóságok is, azonban azért a sokkal fontosabb célért, hogy a járvány terjedését akadályozzuk, korlátozzuk, és mindeddig ennek nagyon jól sikerült gátat szabni, hiszen a fertőződések emelkedésének ellenére robbanásszerű terjedés hazánkban nem következett be, és ebben nagyon nagy részük van önöknek, akik együttműködnek a hatóságokkal. Mindenképpen szeretném ezt megköszönni mindenkinek, aki csak együttműködik, és erre továbbiakban is kérni önöket. A tesztekkel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot említeni önöknek, hiszen számos kérdést kapunk ezekkel kapcsolatban. Nagyon sokféle teszt kering a világban. Jó részük bevizsgálatlan, hiszen maga a járvány kényszerítette ki a gyártókból azt, hogy valamivel próbálják megközelíteni a betegség követését, a fertőződésnek az igazolását, annak a terjedési módját követni. De ezek a tesztek csak nagyon korlátozottan alkalmasak ezeknek a válaszoknak a megválaszolására. Ami az NNK-ban, a Nemzeti Népegészségügyi Központban és a 7 kijelölt laboratóriumban zajlik, az a vírus jelenlétének a kimutatását szolgáló tesztek. Ehhez pedig nagyrészt az kell, hogy tulajdonképpen már kellő számban legyen jelen a vírus, az orr, illetve a garat mintában legyen kellő számú sejt, amiből ki tudjuk mutatni a vírusnak az örökítő anyagát. Ezzel azt tudjuk megmondani, hogy a vizsgálat időpontjában jelen van a szervezetben a vírus. Nem tudunk azonban prognózist felállítani, hiszen tudjuk azt, hogy a betegségnek a lappangási ideje átlagosan 5-6 nap, de maximálisan 14 nap lehet. Tehát bármelyik napon történik ennek a laboratóriumi vizsgálatnak az elvégzése, aszerint fog tulajdonképpen egy információt adni az aktuális állapotról. Azonban senki nem tudja megmondani, hogy a következő napon milyen helyzet alakul ki a fertőződöttnek a szervezetében. Tehát holnap, holnap után, a 14 napon belül a fertőződést követően bármikor változhat ennek a laboratóriumi eredménye.
olyat ne várjunk ezektől a vizsgálattól, ezektől a vizsgálatokkal, amire nem képesek és nem alkalmasak. A másik féle teszt az még bizonytalanabb, hiszen ott arról van szó, hogy egy már megfertőződött személy, vagy a betegségen átesett személyt detektáljuk. Az azt jelenti, hogy ki tudjuk mutatni az ellenanyagot a véréből, azzal az új koronavírussal szemben termelődött ellenanyagot, amely egyfajta bizonyítéka annak, hogy jelen volt vagy van a szervezetben, de már a szervezet védekezése elindult, tehát ellenanyagot termel a vírus ellen. Ennek is értelemszerűen abból, amit elmondtam, megvannak a maga korlátai. Nincs az a teszt, ami a járványnak a terjedését meggátolja, vagy bármilyen szinten befolyásolja. Nyilvánvalóan azt, hogy végzünk-e laboratóriumi vizsgálatot, annak az eldöntése egy orvos szakmai kérdés. Nem rendelhetünk magunknak különböző laboratóriumi vizsgálatokat, csak orvosi javaslat alapján történnek ezek. Ismert önök előtt, hogyha valakinek panasza van, vagy érintkezésbe kerülhetett, bizonyítottan fertőzött új koronavírusos beteggel, és tüneteket észlel magán, vagy bármilyen kétség felmerül benne, hogy ő fertőződhetett, akkor kérem, hogy továbbra is hívja fel telefonon a házi orvosát. Ő és a mentőszolgálat esetleg egy infektológus konzílium segítségével meg fogják hozni azt a döntést, hogy szükséges-e a laboratóriumi vizsgálat, gyanúsnak minősül-e az ő állapota ilyen szempontból. Ezt nagyon kérem, hogy jegyezzék meg, mert a tesztelés az információt nyújt, de a járvány terjedésében nem játszik oly mértékben szerepet, amilyenben szeretnénk, hogy egy megszokott gyors teszt tulajdonképpen ezt elősegíteni. A laboratóriumi vizsgálat mindig aktuális állapotot tükröz, és ezért nemhogy nem segíti, hanem nagyon sokszor még egy hamis biztonságérzetet is kelthet abban, aki úgy gondolja, hogy most negatív lett az eredménye, de semmi nem zárja ki azt, hogy holnap vagy holnap után ő nem válik pozitívvá, illetve nem produkálja a betegségnek a tüneteit. Kérem, hogy ezt tartsuk mindig szem előtt, amikor a laboratóriumi vizsgálatokra gondolunk. Nagyon röviden néhány gyakorlati tanácsot szeretnék még adni a mostani helyzettel kapcsolatban, hiszen számosan otthonunkban vagyunk, elsősorban az idősek, akiket kérünk, hogy maradjanak otthon, hiszen kockázati csoportot jelentenek a megbetegedés szempontjából, illetve súlyos betegség formájában zajlódhat le a kórkép, hogyha találkoznak a vírussal. Akik gondoskodnak róluk, a fiatalabb családtagok, sokat tehetnek értük. Nagyon fontos, hogy az ilyen embereket ne hagyjuk magukra. Ez egy lelki teher is, a fizikai teher mellett egy lelki teher is, hogy egyedül kell lennie az otthonában, ezért gyakran hívjuk föl őt telefonon, vagy más eszközzel, amelyben rendelkezésre áll, Skype lehetősége, vagy bármi más, beszélgessünk velük, mert ez önmagában oldja a feszültséget. Az ő alapvető szükségleteit pedig gyógyszer, élelmiszer beszerzés, abban pedig segítsünk neki. Készítsünk bevásárló listát. Ilyenkor tudatosan fogunk bevásárolni, nem fogunk bolyongani az üzletekben, hanem csak minél rövidebb idő alatt teljesíteni tudjuk ezt a szükségletünket. Csomagolt árut vegyünk
úgy le a polcról, hogy először szemrevételezzük, ha nem kívülről nem látunk szennyeződést, azt az árut vegyük le, ami kívülről legalább tisztának látszik. Ne fogdossunk végig mindent. Van egy nagyon rossz szokásunk, máskor sem helyes, de most ebben az időszakban különösen is figyeljünk arra, hogyha kiválasztottuk szemrevételezéssel az árut, akkor azt emeljük le és tegyük a kosarunkba. Azok az áruk, amelyek csomagolatlanok, használjuk feltétlenül a lapátot, csipeszt, ami ki van készítve, és próbáljuk a kosarunkban úgy elhelyezni, hogy a másik áruval ne szennyeződjön. Figyeljünk az élelmiszereknek a lejárati idejére, fogyaszthatóság, minőség megőrzési idő, mert ilyenkor is nagyon fontos azokat az alapvető szabályokat betartani, amit egyébként mindig is betartunk. Tartsuk az 1-2 méteres távolságot a többi vásárlótól, és nagyon figyeljünk és ügyeljünk a pénztárosokra is, hiszen az ő egészségüknek a védelme is nagyon fontos. A fizetési lehetőségek közül, hogyha tudunk, akkor válasszuk a kártyás fizetést, de minden esetben, hogyha hazaérünk, rögtön mossunk kezet. Ha átadjuk az árut az idős hozzátartozónknak, akkor az az idő, ameddig ezt az árut átadjuk, nem minősül szoros kontaktusnak, ugyanígy említettük már korábban a postást is. Azonban ne menjünk be, ne kezdjünk beszélgetni, ne időzzünk náluk hosszasan, és rögtön mosson kezet, az idős ember helyezze el megfelelően a hűtőszekrényben az árut, és azt a táskát, szatyrot, amiben érkezett az áru, azt jó, hogyha lemossa, eltörölgeti, és esetleg egy langyos, meleg, vizes, vagy egy fertőtlenítő törlőkendővel áttörli. Ezt követően is feltétlenül mosson kezet, és az áruknak a felhasználását pedig az általános higién és rendszabályok szerint tegye, ugyanúgy, mint máskor. Köszönöm szépen! Köszönöm, főorvosasszony! Most megkérem Kis Róbert rendőr alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársát, tartsa meg tájékoztatóját. Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Tájékoztatom Önöket, hogy az operatív törzs minden nap ülésezik. Így tett a mai napon is. Az operatív törzs folyamatosan elemzi és értékeli a kialakult helyzetet, megvizsgálja a rendelkezésre álló eszközeinket, majd ennek eredményeként a tegnapi napon döntést hozott arról, hogy Magyarország csatlakozni kíván az Európai Bizottság Polgármi Védelmi Programjához. Ez a csatlakozás azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió a védekezéshez szükséges eszközöket felhalmozza, és a társult, illetve csatlakozott tagországok ezeknek a felhalmozott eszközöknek a tárolását vállalja. Magyarország a felhalmozott és tárolt eszközökből igényt nyújthat be, és ezt követően ezeket az eszközöket rendelkezésére bocsátja ez a bizottság a programja keretein belül a védekezéshez. Tájékoztatom Önöket, hogy a kijárási korlátozással kapcsolatos rendészeti feladatokat a magyar rendőrség továbbra is végrehajtja. Rendőreink visszajelzése alapján azt állapítottuk meg, hogy a magyar állampolgárok megértették azokat a rendelkezéseket, amelyet a kormányrendeletben meghatároztak számunkra. Folyamatosan elemezzük és értékeljük a rendelkezésre álló adatainkat, és ennek az elemzésnek az eredményeképpen arra jutottunk, hogy nagyon-nagyon sokan üdvözlik a rendőrségi jelenlétet a közterületeken, azonban vannak olyan személyek, akikkel szemben már rendőri intézkedéseket kellett foganatosítanunk. Az elmúlt időszakban 739 rendőri intézkedést foganatosítottunk a kijárási korlátozást megszegő személyekkel szemben. Ennek jelentős része 660 rendőri intézkedés figyelmeztetéssel zárult, de sajnálatos esetben 15 fővel szemben helyszínbírságot, illetve 79 fővel szemben szabálysértési feljelentést kellett tennünk. Kérjük Önöket, hogy tartsák be ezeket a rendelkezéseket, mert ez a védekezéssel összefüggésben mindannyiunk alapvető érdeke. A magyar rendőrség továbbra is ellátja a hatósági házi karanténnal kapcsolatos rendészeti feladatokat. Hatósági házi karantén elrendelésére 9037 esetben került ez idáig sor.
A rendőrség továbbra is ellenőrzi a hatósági házi karanténnak a betartását. Eddig 57 ezer esetben hajtottunk végre ilyen jellegű rendőri intézkedéseket. Ismételten elmondom önöknek, hogy a lakosság jelentős része megértette az operatív törzsnek a kérését, hogy a hatósági házi karanténnal kapcsolatos szabályokat tartsa be. Mindennek ellenére a szabályokat megszegő személyekkel szemben szabálysértési eljárásokat indítunk. Ezidáig 163 szabálysértési feljelentést tettünk, 97 fővel szemben szabtunk ki helyszínbírságot, és 14 főt figyelmeztetésben részesítettünk. Tájékoztatom önöket, hogy a magyar rendőrség továbbra is ellátja a határforgalom ellenőrzési és határőrizeti feladatokat határainkon. A határátlépéssel összefüggésben belépő oldalon kizárólag a teherforgalom vonatkozásában van kisebb fennakadás, Röszke és Csanádpalota átkelőhelyek vonatkozásában, míg a kilépő oldal tekintetében a személyforgalomban szintén Csanádpalotánál van kisebb fennakadás. Köszönöm, Alezredes úr. Most pedig az újságírói kérdések következnek. A Somogyi Hírlap kérdezi, tervezik-e a tapasztalatok birtokában módosítani a piacok esetében az idősek 9-től 12 óráig tartó vásárlási sávját? A vidéki piacok általában csak 13 óráig vannak nyitva, és így kevés idő jut a többi korosztálynak. Jelen esetben az operatív törzs szombat óta folyamatosan elemzi és értékeli a kialakult helyzeteket, a rendelkezésre álló adatait. Az adatok elemzését követően az operatív törzs megállapította, hogy jelenleg nincsen szükség más jellegű időkorlát vonatkozásában bármilyen jellegű módosítás bevezetésére. Kérjük a lakosságot, hogy a megváltozott szabályokhoz megfelelően igazítsák a mindennapi szükségleteknek a beszerzését. A Vasnépe kérdezi, múlt héten volt egy eset, amikor egy szombathelyi politikus azt nehezményezte, hogy napokat kellett várni a mentőre, hogy egy családnál elvégezzék a tesztet. A mentő érkezése előtt állítólag órákig nem ehettek és ihattak az érintettek. Kaptunk olyan infót is, hogy valakinek, akinek láza van és köhög, azt mondták, akkor mennek ki tesztet elvégezni, ha nem tud már enni és légszomja van. Milyen esetben megy ki a mentő tesztet végezni? Hogyan működik a mintavétel? Lehet-e előtte inni-enni? Sok mindent elmondtam már a tájékoztatás során a tesztekről, illetve a laboratóriumi vizsgálatokról. Fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a mentő azokban az esetekben megy mintát venni, illetve gyors tesztet végezni, hogyha azt a házi orvos kéri, tehát gyanúsnak minősíti új koronavírus megbetegedésre a személyt, ekkor szól az országos mentőszolgálatnak, aki most már 55 további mentőkocsival végzi a tevékenységet, hiszen bővült a mintavételt kérő háziorvosoknak a köre. A háziorvosok több esetben kérnek mintát, mint korábban, ahogyan a megbetegedések, illetve a fertőzések száma is növekszik. Az esetek nagy részében 24 órán belül odaérnek a mentősök, vagy gyors teszt végzésére kerül sor, vagy pedig légúti vizsgálatra mintavétel történik. Közel 800 címet kapnak a mentősök, és türelmet kérünk, ez nem egy akut, nem egy sürgős beavatkozás. Természetesen kérjük azt, hogy tartsák be azokat a szabályokat, amit a mentőtől kapnak. Ha gyors teszt mintavétel történik újbegyvérből, annak nincsen semmi különös előírása, de hogyha légúti mintavétel történik az orrból és a garatból, akkor valóban azt kérjük, hogy a mintavételt megelőzően sem ne igyanak, se nem egyenek semmit, elegendő sejt legyen a mintavizsgálatához. A MediaWorks központi szerkesztőségének kérdése, de a 444.hu is tett föl ilyen kérdést. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kar biológiai intézetének docense, az Országos Koronavírus Kutatócsoport vezetője szerint az eddigi intézkedések és a lakosság fegyelmezettsége azt eredményezte, hogy egyelőre sikerült ellaposítani a járvány görbét. Az operatív törzs egyetérte ezzel az értékeléssel.
Igen, egyetértünk ezzel az értékeléssel. Minden tevékenységünk, minden intézkedés éppen ezt a célt szolgálja. A fertőzöttek számának a lehető legnagyobb mértékű minimalizálása és a járgánygörbe ellaposítása annak érdekében, hogy ne egyszerre nagyszámú beteg legyen, aki az ellátó rendszerre tulajdonképpen ráterhelődik. Több sajtóorgánum is érdeklődik, hogy miért vannak katonák az utcákon. A Magyar Honvédség jelentős szolgálatot tesz a magyar embereknek és a magyar lakosságnak. Magyar katonákat találhatunk határőrizeti, határforgalom ellenőrzési feladatban határainkon, illetve megyeszékhelyi városokban a közbiztonság erősítése és a megnyugtató rendvédelmi és honvédelmi jelenlétnek a biztosítása érdekében. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy nem csak a Magyar Honvédség katonáival, hanem az egyes rendészeti szereplőkkel, közterületfelügyelőkkel, polgárőrökkel is találkozhatnak a közbiztonság erősítése érdekében. Rendkívüli helyzetben mindenkinek a segítségére szükségünk van, ezért üdvözöljük és köszönjük az ő jelenlétüket, hogy a magyar rendőrséget segítik ezekben a feladatokban. A V4 hírügynökség kérdezi, országos tisztifőorvos asszony vasárnapi tájékoztatása alapján jól értettük-e, hogy az Európai Járványügyi Központ később jelzett az Európában várható helyzettel kapcsolatban, mint az Egészségügyi Világszervezet, a WHO? Igen, ez tény, hogy az Egészségügyi Világszervezet, a WHO jóval előbb jelzett, tehát a wuhani járvány kitörésekor már felhívta a figyelmet arra, hogy erre oda kell figyelnie a járványügyi szakembereknek és a világnak. Január közepén jelzett, január 24-e tájékán az Egészségügyi Világszervezet, amikor mi tulajdonképpen már az összes intézkedéseinket átgondoltuk és próbáltuk a járványügyi intézkedéseket megfelelően csatarendbe állítani annak érdekében, hogy mik szükségesek. Abban az időszakban az Európai Unió járványügyi központja még csekélynek értékelte az európai terjedést. A Magyar Nemzet kérdezi, milyen esetben szab ki a rendőrség szigorúbb szankciót a kijárási korlátozás megszegésekor? Egy rendőri intézkedésnek több alapelvnek kell megfelelnie. A rendőri intézkedés törvényes, szakszerű, arányos és szükséges jellegű rendőrségi eljárás, amelynek empatikusnak és egyben lojálisnak is kell lenni. Amennyiben a kialakult egyéni helyzetnek megfelelően a törvény apta keretek között tudunk intézkedni, abban az esetben a rendőr ezen alapelvek alapján hozza meg szükséges döntését. Szintén a Magyar Nemzet kérdése, van-e hír a magánlaborokban kapott eredményekről, beleszámolják-e ezt a közös hivatalos listába, például a fertőzöttek, gyógyultak számának vonatkozásában? Természetesen tudjuk, hogy több magánlaboratórium is végez vizsgálatokat. Ez mindig a laboratórium felelőssége, tehát a mintavétel, annak a mintának az értékelhetősége és a lelet közlése, ez a laboratóriumnak a kötelezettsége és egyben az ő felelőssége is. Ezeket a vizsgálatokat nem számoljuk bele azokba a vizsgálati számokba, amit én naponta szoktam ismertetni. A Blik kérdése, mikor várható a kijárási korlátozások további szigorítása, tehát további korlátozások? Várható-e az olaszországihoz hasonló kijárási tilalom bevezetése, amikor csak engedéllyel hagyhatják el otthonaikat a polgárok? Az operatív törzs folyamatosan áttekinti a kialakult helyzetet, elemzés értékeli a rendelkezésre álló adatokat. Akkor tud megalapozott döntést hozni, amennyiben minden információ rendelkezésére áll, hogy adott esetben a korlátozások szigorításával összefüggésben döntést hozzon. Jelenleg ezeknek az adatoknak a feldolgozása van folyamatban, így majd megfelelő időben tudjuk a lakosságot tájékoztatni erről.
Az M4 kérdezi, a tegnapi jó időben a Margit-szigeten szinte annyian voltak, mint a vírus előtti időkben. A Normafánál is sokan vannak, de ott a polgármester kérte, hogy ne nyüzsögjenek az emberek úgy, mint rég. A Balatonról nincs információnk, lehet, hogy a jó idő ott is kivitte az embereket. Nem gondolják, hogy a kezdeti intézkedések pozitív hatását felülírhatja az, hogy az emberek a jó időben mégiscsak sokan és sokat vannak kint a kedvelt kiránduló helyeken. De igen, gondoljuk. Tehát a lényeg, még egyszer, ne csoportosuljanak az emberek. Tartsák azokat a távolságokat, amelyek a vírus átadhatóságát csökkentik. Tehát azt a 1,5-2 métert, amit javaslunk. Az egyéni sport megengedett. Nem tiltunk el senkit a szabad levegőtől, de a csoportosulás az semmiképpen nem megengedett. A szabad levegőn ugyanúgy terjed a vírus, nyilvánvalóan zárt térben még inkább, de kérem, hogy annak ellenére, hogy szép idő van itt a tavasz, próbáljuk ezeket a szabályokat betartani. Szintén az M4 kérdezi, a csongrádi idősek otthonában van-e azóta újabb megbetegedés? A csongrádi idősek otthonában újabb megbetegedést nem regisztráltak a járványügyi szakemberek. A megyei tisztifőorvos teljes zárlattal intézkedett, tehát már a korábban általam elrendelt zárlatot tulajdonképpen megerősítette. Ott most nem lehet se ki, se bemenni, az időseknek az ellátása természetesen folyik, látogatási tilalom van érvényben, említettem tegnap a számokat, tehát az egy tulajdonképpen panaszmentesen kiderült gondozott pozitivitásával kapcsolatban további 7 pozitivitást tártak fel. Ők elkülönítésre kerültek, a Szentesi Kórháznak az infektológiai osztályán, és az intézményben jelenleg is zajlik a mindenre kiterjedő alapos fertőtlenítés. A Népszava kérdezi, több hivatalos karanténban lévő állítja, főként vidékiek, hogy múlt hét csütörtök péntek óta nem voltak náluk rendőrök ellenőrizni, pedig előtte naponta 2-3-szor is mentek hozzájuk. Mi az oka mindennek? Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a rendőrség továbbra is ellátja a hatósági házi karanténnal kapcsolatos rendészeti és ellenőrzési feladatokat. Ezeknek az ellenőrzéseknek alapvetően azt a cél kell szolgálnia, hogy az a magyar emberek valóban betartsák ezeket a szabályokat. Nyilván elvárható az is, hogy az önkéntes jogkövetés megvalósuljon, nem azért kell otthonainkban otthon tartózkodni, mert a magyar rendőrség ezt ellenőrzi. Minden egyes rendőri ellenőrzésnek alapvetően azt a cél kell szolgálnia, hogy az otthon nyugalmához, illetve a magánélethez jogokat is csak a szükséges mértékben korlátozza. Szintén a Népszava kérdezi, pénteken délután a kórházak váratlanul újabb kijelölő határozatot kaptak, melyben a korábbihoz képest előrehozták a járvánnyal kapcsolatos kötelező feladataikat. Mi indokolta ezt? Illetve a most következő kérdéshez az RTL Klub is csatlakozott, mennyi most a vírus miatt lélegeztetett betegek száma? Természetesen a járvány maga indokolta az intézkedést. Az egészségügyi intézmények, fekvőbeteg intézmények felkészítése folyamatosan zajlik. A kapacitásaikat egyre bővítik, annak megfelelően, ahogy szükségesnek látjuk. Tehát egyetlen egy megbetegedett személy sem maradhat ellátatlanul. Ez egy kulcskérdés. Ennek megfelelően a kapacitások folyamatos bővítésére kerül sor. A 15 fő van jelenleg, aki intenzív ellátást igényel a fertőződése miatt. Az Index kérdése, milyen eszközök, védőfelszerelés jut a házi orvosoknak a rendkívüli járványhelyzetben? A háziorvos kollégáknak elsősorban egy olyan eljárásrendet határoztunk meg, ami őket távol tartja az potenciális, elvileg lehetséges fertőzött személytől. Tehát emlékezzünk vissza arra, hogy a 65 éven felülieket
kivontuk az ellátásból, és azokat is, akik 65 éven aluliak, de valamilyen krónikus megbetegedésben szenvednek, és hogyha fertőzött személlyel találkoznának, akkor meg lenne az esély arra, hogy esetleg fertőződnek, és az esetükben a betegség súlyosabban zajlana le. Tehát a fizikai kontaktus tulajdonképpen megszüntettük, ez az elv, ez az első igazító elv ebben a kérdésben. A két alkalommal juttattunk egyéni védőfelszerelést a házi orvosok részére, annak ellenére, hogy tulajdonképpen ezeknek a beszerzése az ő feladatuk. Tehát a munkáltató szerzi be mindig az egyéni védőfelszereléseket, nem csak ebben az időszakban, hanem mindig. Tehát ők rendszeresen látnak el légúti betegeket, más szezonban is gondoljunk-e az évről évre visszatérő influenza szezonra. A HVG kérdezi, a tegnapi közlésből nem volt egyértelmű, hogy fiatal vagy gyerek koronavírusos van. Kérem egyértelműsítsék, vannak 0-tól 14 évig és 14-től 18 év közötti koronavírussal fertőzött betegek is Magyarországon? Minden korosztályra kiterjed most már a megfertőződés lehetősége és a valódi megfertőzöttek száma is. Ezért felhívnám a figyelmet azokra a rendszabályokra, amelyek az átadás lehetőségét csökkentik. Van gyermek is, van fiatal is a fertőzöttek között. Szintén a HVG kérdése, a Nagymágocsi idősotthon lakója honnan kapta el a koronavírust, ha március 8-a óta látogatási tilalom van? Végeznek-e az otthonban újabb teszteket, a 8 emberen felül másnál kimutatták-e a koronavírust? Igen, végeznek vizsgálatokat még a lakókon. Naponta testhőmérsékletmérés történik. Sokkal intenzívebb a fertőző betegségnek a nyomon követése, tehát ellátták a gondozottakat és az ott dolgozókat is fertőtlenítőszerekkel. Követik tulajdonképpen azt az egészségi állapotukat, tehát akkor, hogyha véletlenül bárki valamilyen tünetet mutatna, felső légúti tünetet, aminek lehet semmi köze nincsen a koronavírus megbetegedéshez, rögtön elkülönítésre kerül, és az intézmény orvosa gondoskodik az ő vizsgálatáról. Szintén a HVG kérdése, a Magyarországra behozott maszkokat kiknek osztják el, mi a prioritási sorrend? Igen, abban a helyzetben, amikor szükséges erre feltétlenül odafigyelnünk, nem lehet ezeket az egyéni védőfelszereléseket csak úgy beleereszteni a világba, hiszen van egy prioritási sorrend, az ő részükre feltétlenül juttatnunk kell. Természetesen az egészségügyi dolgozók az első vonal, azon belül is, akik igazoltan koronavírusos beteggel bármilyen tevékenységet végeznek. Ezek jellemzően az intenzív osztályok, dolgozós, sürgősségi betegellátó helyek, és ezt követően a többi szakma, akiknek elvileg kevésbé kitettek a koronavírusos beteggel való találkozásra. De természetesen az egészségügyben mindenki számára fontos az egyéni védelem különböző mértékben, különböző egyéni védőeszközökkel. Másodszorban jön az összes többi, akik beavatkozásban részt vesznek, szociális intézmények, rendfenntartók, hallottunk a postásokról, tehát akik hivatásszerűen gyakorolják a napi feladataikat, annak folyamán szeretnék annak során megvédeni őket. Szintén a HVG kérdezi a maszkokkal kapcsolatban, honnan lehet beszerezni Kínán kívül, és van-e itthoni tömeges gyártásra lehetőség, és mennyi? Magyarországon is
megindult a maszkoknak a gyártása. A büntetés végrehajtás varrodáiban a nap 24 órájában varunk maszkokat. Törökországból érkezett 6,6 millió maszk gyártására felhasználható alapanyag, ebből a napi kapacitásunk 33 ezer darab masznak a gyártására elegendő. Szeretném felhívni önöknek a figyelmét, hogy a Magyarországon gyártott maszkokat is elsősorban az egészségügyi dolgozóknak az ellátására terveztük. Az RTL Klub kérdezi, továbbra is sok panaszt kapunk amiatt, hogy a daganatos betegeket nem látják el a kórházak, műtétek, kezelések maradnak el. Önök azt mondták, hogy ez nem szabályos és helyes. Ellenőrzi valaki az egészségügyi intézményeket? Hova fordulhatnak ezek a betegek a panaszaikkal? Az egészségügyi intézmények számára adtunk egy iránymutatást, hogy tisztábban, konkrétabban lehessen látni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek sürgősek, életmentőek, és melyek azok egy-egy szakmán belül, egy-egy betegségcsoporton belül, amelyek tartós egészségkárosodással járnának, hogyha nem történnének meg a beavatkozások. Több mint 62 szakmában megkapták ezt az egészségügyi intézmények. Hogyha mégis úgy véli valaki, hogy az ő ellátása valamilyen szempontból sérelmes, akkor az intézmény vezetőjéhez, illetve betegjogi képviselőjéhez fordulhat. És végezetül az ATV kérdése, mikortól, milyen kritériumok alapján lehet tömeges megbetegedésről beszélni? Mit gondol tisztifőorvos asszony, mi mikor lépünk át a csoportosból a tömeges megbetegedés fázisába? Ez a kérdés mindenkit nagyon érdekel, hiszen azon vagyunk, hogy minél később történjék ez meg. Ezért lassítjuk a folyamatot, amennyire csak a rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetséges. Látható, hogy a megbetegedés, illetve a fertőződések száma napról napra emelkedik, de egyenletes egyelőre még. Számadatokat nem pusztán önállóan a számok érdekesek járványügyi szempontból, hanem a megjelenési helyek, a mozgások és a járvány különböző mozgató tényezőinek az együttes értékeléséből áll össze tulajdonképpen az, amikor azt mondjuk, hogy most már tömeges megbetegedésekről beszélünk. Azt gondolom, hogy valahol a küszöbön vagyunk jelen pillanatban, még csoportos megbetegedések vannak. Köszönjük szépen tisztifőorvos asszonynak és alezredes úrnak a tájékoztatást, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, további szép napot kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!